Életre szóló élményekkel gazdagodtak azok a battyányis gimnazisták, akik nemrég tértek haza Kárpátaljáról. Egészen elképesztő volt szerintem, és egy maradandó élmény, mivel nagyon megtapasztaltuk, hogy milyen érzés magyarnak lenni a határokon túl. A diákokat elgondolkodtatta, hogyan küzdenek napról napra a helyiek azért, hogy megőrizzék magyarságtudatukat, de emellett más élethelyzetekbe is beleláttak. Ellátogattak például egy leánygyermek otthonba. Láttuk, hogy ott azért egészen máshogy folyik az élet, mivel ők azok, akik dolgoznak, és az az étel kerül az asztalra, amit aznap kiszedtek a földből. A csoport igyekezett minél több magyar nevezetességet megnézni a kárpátaljai út során. Jártunk Ungváron, Munkácson, megnéztük az Árpád vonalat, Beregszászon fejeztük be a főiskolán, természetesen a Vereckei hágon, és akkor egy-két olyan nevezetességet, mint a Turul emlékműt megnéztük Tiszaújlakon, Csetfalván voltunk, és nagyon sokat próbáltunk beszélgetni az ottaniakkal. Az utazást a Határtalanul projekt Kárpátaljai akcióprogramjában szervezték. Ennek keretében a kanizsaiak látogatását a Nagydobronyi Partneriskola tanulói már viszonozták is. Ők június elején érkeztek Nagykanizsára.